Az éden fogjai. Magyar hangok. Törtei Tünde, Menszátor Magdolna, Kautsky Armand. Zenét szerezte Russ Howard. Készült Lori Copeland könyvéből. Írta Tracy Andrin. Rendezte Bird Kish. Mehetsz egy igazi paradicsomba? Dolgozni. Ha nincs kedved, megyek én. Mondd, hogy nem fogsz végig a konferencián ücsörögni, mulass egy kicsit, a kedvemért. Hogy helytelen módon használjon fel a cég forrásait. Erin, miért olyan vastag? Ezek a program lehetőségek. Ha meggondolnád magad, gondolj bele, tesz. A napfény, a homok, a csodás programok. Megtörténhet bármi. Úgy irigykedek. Nem kéne. Hivatott? Üdv, Clara. Üdv. Igen, rossz hírem van. Kérem, ne vegye személyes ügynek. De annak érzem. Nem, fölösleges. Ha rajtam múlna, ez nem következett volna tudom, be. Tudom. Csak hogy a vállalati átszervezés sosem könnyű. Azért hívják nehéz döntéseknek, mert azok. És a maga ügye számomra a legnehezebb. Azt hittem, engem akar az utódjának, ha megkapná az előléptetést. Így van, így volt. Magának kellett volna a távozásom után ide kerülnie, de már len a főnök. Így minden borult. Nem bírom a változásokat. Néhány nap múlva indulok a HR konferenciára. Ó, igen, Puerto Ricóba. Az a hely kész aranybánya az állást keresőknek, majd szétnézek. Köszönöm, tesz. Jó, hogy ő volt az utolsó. Fogy a zsebkendők. Tisztáztad Monával az ebédet? Az anyáddal minden hónapban ugyanott ebédeltek. Ismered Monát, a szokások rabja. Majd felhívom. Megígértem Lennek, hogy felmész hozzá. Ó, köszönöm. Rákérdezel nála a... Nem. Ma nem érdeklődöm az előléptetésről. Tesz! Jaj, de tessék. Jó. Kínoz az isiászom, másik orvos kéne. De most talált egy újat. Igen, aki nagyszerű, de szerintem hipohondernek tartasz. Jaj, nem muszáj hiszem. Beszélnünk a nyugdíj alapokról. Igen, tudom, úgyhogy... Ó, tudja, hány napszabadságom maradt? Nyáron tartanánk a második nászutnokat. Szépből gratulálok. Köszönöm. Majd utána nézek. Á, Bört, majd kérjen időpontot Erintől. Tudnom kell, hogy pontosan hány százalékot vehetünk ki, hogy jól járjon, de már is utána nézünk. Köszönöm, tesz. Jeff, képzelje. Igen? Megtaláltam a megoldást. Igen? Álló íróasztal. No, nem. De azért kösz. Szia, Len. Bocsánat. Ó, Tess, kérlek, foglalj helyet. Kösz. Fáradt vagy? Ó, nem. Csak az imént beszélgettem el Klárával. Ó, és hogy ment? Képzelheted, mindig nehéz. Igen, az átszervezés nem egyszerű. Ezt mondtam nekik is. Okkal hozzuk meg a nehéz döntéseket. Persze. Épp ezért nem kérdéses, hogy te vagy a legfájóbb. Amikor átvettem a céget, apám cégét, tudtam, hogy változások kellenek. Hogy túlléphessünk az online kiskereskedelmi szerepünkön. Többre lennénk képesek. A könyvelést nézegetve rájöttem, hogy egyes osztályokon leépítés szükséges, egy pedig teljességgel nélkülözhető. Nélkülözhető? Már a streaming a fővonal. Erin beül mellém, és Jeff a könyvelésről intézi az apró feladatokat, mint fizetés, szabadságok, blablabla. Hogyne, blablabla. Nem tarthatsz fenn céget humán erőforrások részleg nélkül. Lehetetlen. Számtalan probléma merülhet fel naponta, óránként. Ezért alkalmazunk egy HR konzulenst, hogy intézze az apró cseprő ügyeket havonta. Egyébként tesz, jelentkezhetsz a pozícióra. Ó, ez óriási. Jelentkezhetek az állásra? Itt a cégnél, aminek 15 éve dolgozom. Tudod, apád a főiskola után vett fel. És látod, pontosan ezért kerülhet a neved egyből a lista élére. Apu mindig is sokra tartott. Remélem megérted, hogy ez nem személyes. Ez nem lehet igaz. Nem lett volna szabad megtörténnie. Márpedig megtörtént, kirúgtak.
Nagyon sajnálom, Tess. Eminens diák voltam jeles diplomával. Ostobaság lentől. Mit mondjak most az anyámnak? Szia! Nélküled kellett rendelnem. Bocsánat. Sápad vagy. Eszel rendesen? Kösz. Volt némi fennforgás a melóban, és... Mondjuk egy előléptetés? Nem. Nem? Szívem. Halálra hajtod magad. Titkárnői pozícióból tettél Anyu, fel. Anyu, én asszisztens voltam. Asszisztens, titkárnő, mit számít? A humán erőforrásokat vezeted. A következő lépés az alelnökség. Egy vállalkozás átszervezése bonyolult tud lenni, ezért... Ezért olyan fontos most a tapasztalatod. Ezt próbáld megértetni azzal a lennel. Anyu! A káosz idején neked kell a kezedbe venni a gyeplőt. Én tudom, amikor apád elhagyott, és még tocs is voltál. Ülhettem volna szappanoperákat bámulva és sírva, de nem. Három állásom volt, neveltelek. És egy centet sem fogadtam el senkitől, a családtól sem, hitelként sem. Tudod, hogy nem túlzok. Anyu, nem figyelembe. A kifogás a sikertelenek eszköze. Te sikeres vagy, mert én annak neveltelek. Helyes, legyen nálad a gyeplő. Pontosan, megtalálod a módját. Mindig remekelsz. A cipőm? Hol van? Hölgyem, ez az öné? Vegye csak ki. Csak szükségem lenne a cipőmre. Megkeresné? Nem tudja, hová tűnhetett? Nem, sajnálom. Látta valaki a cipőmet? Mire átértem, eltűnt a cipőm. Miss Nelson, azt hittük már nem ér ide. Parancsoljon. Köszönöm. Tessék. Köszönöm. Bocsánat. Elnézést. Ó, várjon. Hadd segítsek. Jaj, nem, köszönöm. Jó, így? Igen, köszönöm. Köszönöm. Bocsasson meg, ez az én helyem. Az enyém. Mindig ablak mellé kérem. Igen, az enyém. Nem szeretnék alvás közben másnak dőlni, inkább az ablaknak. Igen, én is. Ezért ülök ablakhoz. Ez az enyém. De ez az ablak melletti az enyém, ha szeretnék kinézni az óceánra. Biztosan tudom. Én is biztosan. Igen, egész biztos. Ez valóban... Itt áll, hogy a... A ablak melletti. Oké, nincs... Az a harmadik sorban. Ez a 22-es. Ott a magáé, ablak melletti. Sajnálom. Elnézést, ez az én helyem. Bocsánat. Húzós volt az elmúlt 24 óra. Számomra. Mobilom. Tudom, hogy nálam volt. Hölgyem, kérem, üljön le. Csak meg kell néznem, hogy nincs-e a táskámban a mobilom. Sajnálom, hölgyem, most meg kell kérnem, hogy üljön le. Csak gyorsan belenézem. Nem, táskámban, kérem, hamarosan felszállunk, és igazán sajnálom, de sajnálom, majd később megkeressük a mobilját. Nagyon köszönöm, köszönöm az együttműködését. Ne féljen szívem, ezek manapság már biztonságosak. Beszélgessünk közben? Úgy találtam, hogy a diskurzus segít legyőzni a félelmemet.
meséljek valamit? Tudja, ez az első repülőutam, maga is izgat. Meg. Lehet, hogy máshová került a podgyászom. Nem csupán az ablak melletti ülés szeretetek közös. Eltűnt a podgyásza? Bostonban van. Remek város. Remélem jól mulat, bárcsak velem lenne. Majd ideér, Mr. McConnell. Kösz. A maga csomagja is Bostonban van. Talán épp együtt mulatnak. Nem hinném. Szükségem lesz rá legkésőbb holnap reggel, mivel várnak egy konferenciára. Ezért kéne egy másik kosztüm. Milyen konferenciára? Tudja, az Amerikai Humán Erőforrások Társaságé. Arra jött? Ah, nem. Nem a stílusom. Minden jót. Amint megérkezik, eljuttatjuk magához, Miss Nelson. Itt egy 20 dolláros kupon, ha szüksége lenne valamire. Meteorológiai riasztás. Parancsoljak. Ez minden? Igen, uram? Remek. Ó, Denver, de akarja lenyúlni az én dolgaimat. Ó, én értem ide előbb. De én már megkaptam. Hivatalosan? Szí, majd szerzek egy másikat. Mennyi időbe telik? 10-15 perc. Késő van. Hola, hola. Hová vihetem önök egy gyönyörű embere? Ők nincsenek. Paradise Hotel. Együtt. Ahora sí. Köszönjük. Carter McConnell. Ó, üdv, Tess Nelson vagyok. Nagyon örülök, Tess. És a csomagja reggelre biztosan megérkezik. Remélem igaza van, mivel szükségem van mindenre, hogy jól sikerüljön az út. Paradise Hotel. Azóta már bizonyára rendbe hozták. Rendbe? Legalább mindketten ablak mellett ülhetünk. Azt mondja, lemondták? Igen, tegnap egy... Seth? Jeff? Jackson. Jeff Jackson! Jeff Jackson. Tévedés volt? Tévedés, igen. Kellene egy szoba, ugyanis a konferenciára jöttem. Ó, az esküvő kiállításra? Ó, nem. Akkor meg az új irányzatok szingliknek? Ugye? Nem! A vállás expóra? Nem. Nem, az amerikai humán erőforrás... Nem, a szuperhumán felvételi adminisztráció, hogy ne. Emlékszem, Yes? Sí, en el tercer piso. Van is egy szobánk a harmadikon, semmi gond. Talán építkeznek? Elnézést, csak éjszaka építkezünk, hogy ne is zavarjuk a vendégeket, de ne féljen, nagyon-nagyon csöndesek. Észre se fogja venni. A kulcsomat kérem. A kulcsa. Tessék, és Isten hozta, a Paradise Hotelban. Üdv! Üdv! Tehát a harmadikon van szintén? Ez az enyém. Ez csak természetes. A jégautomata is rossz. Kirúgnám az utazási ügynökömet, de az én vagyok. Igen, szintén. Jó itt, Denver! Thank you.
Jó reggelt! Tessék, itt a podgyásza. Rámaj. Nem, én nem kértem. Na hát, Señora Tess, jó reggelt. Remélem kellemesen pihent az éjszaka. Itt a maletája. Köszönöm. Mondja csak utána, male... Hát jó. Tűnik a... Számítottam itt rád. Ó, minden évben jövök, tudod? Persze, persze, csak most. Örülök, hogy látlak. Én is neked. Üdv. Milyen szuper az idei helyszín, ugye? Erről nem is álmodtam. Én csak este érkeztem, így. Tess Nelson. Csodálatos, nézd meg a strandot, mielőtt kitörne a vihar, utána rémes. Vihar közeledik? Trópusi vihar. Nem hallottad? Señorita Nelson a canor.com-tól. Majd dumcsizunk, jó? Úgy látom, a regisztrációját tegnap törölte Jeff. Jackson, igen. Csak tévedésből, úgyhogy érjön csak fel. Bár megtehetném, de teltház van. Ugyan, igazi teltház nem létezik, nem de? San Juan roppan népszerű. Azért csak akad egy kis hely. Tanácsoltuk a korai regisztrációt. Én korán jelentkeztem, csak Jeff Jackson lemondta. Persze, tévedés történt, szóval ha felírna, a dupláját fizetném. Bár megtehetném. Tripláját. Ó! Oh. Itt egy lemondás. Köszönöm. Parancsoljon. Minden előadás tele van. Teltház. Remek. Daniel! Mr. Irby! Tess Nelson! Ó, nem tudom, emlékszik-e rám a... Connor.com-tól. Igen, pontosan. Egyébként lemaradtam az előadásáról, de gondoltam, hát ha van egy perce, hogy... Oh. De itt a kártyám. Írja fel az asszisztensemet. És itt az enyém. Ó, sajnálattal hallottam a változásokról. Ah, semmi gond. Egy vállalat átszervezése nem egyszerű. Igen. Köszönöm. Köszönöm. Szép jó napot! Ugye milyen nagyszerű volt? Ó, igen, nagyszerű. De meg hogy kerülsz ide? Ó, csak arra jöttem, amire ti. Ó, már is van új állásod? Ügyes vagy. Nem, még nincs. Nincs? Na hát... Láttam, hogy a canor.com új HR konzulást keres, ez igaz? Frank? Ó, hagyd csak. Igen, így van. De jó, szólnál az érdekembe, szívesen dolgoznék ott. Ez még tőled is ízléstelenség. Tudom. Semmi gond, úgyis együtt ebédelek Bill Lewis-szal. Bill Lewis-szal? Igen. Talán új embert keres? Tudod, hogy megy manapság? Rákérdezek. Ó, hogy ne, ez nagyszerű. Igen. Nagyszerű. Bámulatos. Ő mindig a talpára esik. Kávé? Köszönöm. Hello! Örülök, hogy látom. Ó, bocsásson meg, hogy nem egyeztettem. Elhagytam a telefonomat a repülőn. Bizony. Jó színben van. Köszönöm. De amikor hallottam, hogy a Connor elengedte, azt gondoltam... Ó, igen, bevallom, az tényleg elég húzós volt, de... Minden okkal Bill szokott... Bill Lewis! Üdv!
Üdv. Üdv megint! Őrület! Ezek szerint hármasban leszünk? Hárman? Ó, nem! Nem, dehogy! Csak szerettem volna... Még egyszer üdvözölni Billt. Örülök, hogy láttam, Tess. Én is örültem. Megyek. Jól van. Kellemes ebédet. Viszontlátásra. Emberek milliárdjai nélkülözik a tiszta ivóvizet. Na most, egyesek mondhatják, hogy ez nem az ő gondjuk. Oldják meg maguknak. És ehhez joguk is van. Én azonban hiszem, hogy felelős vagyok a többi emberért. Amikor egy nélkülözőt látunk, mellé kell állnunk. Ahogy értünk is kiálltak, többször is a múltban. Ez a lakóközösségek személyes felelőssége. Nagyszerű közösségeké, melyeket sokféle ember alkot. És a célom megmutatni, hogyan szolgáljunk segítséggel a rászorulóknak. Nem fedezhet fel óceánt, ha csak nincs bátorsága levenni a szemét a partról. Néhai férjem imádta ezt a gondolatot, és amikor elmondta, mindig tudtam, hogy hamarosan újabb kalandba kezdünk. Ő egy cica. Harry. Órázon. Imád sétálni. Miért idézte ezt nekem? Úgy láttam, jól fog jönni. Bármi a gond, kedvesem. Nem olyan súlyos, mint hinné. Úgy érzem, rossz irányba halad az életem. Minden irány relatív. Ahogy néhai férjem mondogatta, bárhova mész, ott leszel. Gyere, Harry! Harry! Viszlát! Tehát, ahogy mindnyájan tudják, 2 hét múlva lesz az igazgatói ülés. Némi módosítás történt a járulék csomagunkban. Na, ezt a fajta gondolkodást kedvelem. Mi a helyzet vele? Nos, Mr. Connor, Tess intézte ezt a konkrét ügyet. De tudjuk, hogy állunk, Jeff Jackson? Még nem. Még nem? Nem ezt akarom hallani. Arra biztatnám, hogy járjon utána. Derítse ki! Igen, uram. Jól van, haladjunk. Reginald Green, egy marketing zseni. És rá van szükségünk, hogy egy szinttel feljebb lépjen a cégünk. Miért van még mindig Londonban? Emberek, ez megbeszélés, nem monológ. De... Már nem dolgozik a Connor.com-nál. Jeff, nem azt kértem, hogy beszéljen vele a távozása előtt? Megtettem, csak... Te számos információért volt felelős. 2 héten belül lesz az első igazgatósági ülésem. Amire elvárják, hogy felkészültem meg. Ezt megértem. Tényleg? Igen, csak... Csak hogy... Tess volt az édesapja jobb keze nagyon sokáig. Én csak egy könyvelő vagyok. Jó könyvelő, de nem tudom megtanulni 2 hét alatt azt, amit ő megtanult 15 év alatt. Sajnos, uram. Denver.
Mi áradban itt? Azt hittem késő estig mutogatja a kosztümjét a sok nagymenőnek. Kibombáztak. Tényleg? Igen, sajnos. Mármint a konferenciáról. Mivel nincs állásom, és állás lehetőségem sincs, és munkát keresek. Tényleg nem dolgozik? Persze, volt állásom a közelmúltig. Néhány napja kitettek. Meglepetésként ért, mert előléptetésre vártam. Fogadok mindenki, arra számított, főleg az anyám. És tudja, ő sikeresnek tart, az voltam. Tényleg az voltam. Egész életemben jó voltam, de most egyszerűen... Kissé elveszett? Igen. Igen, azt hiszem. És azt gondoltam, ide jövök, és a kezembe veszem a gyeplőt, mert Mona ezt hajtogatja, hogy vegyem a kezembe a gyeplőt. Ó, ő az anyám. Hát, talán nem kéne. Mit? Bevetnie magát. Mármint nem pont most. Kissé kimerültnek tűnik. Annak tűnök? Tűnődjön el azon, mit szeretne, ahelyett, hogy mit is kellene tennie. Menjen is, öltözzön át, élvezze a napsütést, mindezt lazítson. Hiszen azt teszem. Épp lazítok, és igaza van, csak felkapok egy fürdőruhát, és visszajövök és lazítani fogok. Elfeledkezem arról, mik történtek velem a héten. Jót fog tenni. Bizony. Igen. Kösz. Menjen. Már jobban vagyok. Helyes. Igen. Úgyhogy köszönöm. Carter, csak Carter. Lazítson. Jobban rosszban. Üdv. Na, hogy ment a kinti lazítás? Elfelejtettem bekenni a lábamat. Igen, azt látom. Bocsánat. Ugyan. Egyébként folyton ott van mindenütt? Nos, én is kérdezhetném ugyanezt. Előbb jöttem. Vizet akartam vinni az óvárosba. Járt már ott? Még nem. Hazaindultam, hogy bezárkozzak a szekrényembe. Legalább van terve. Pontosan. Tudja, az óváros egyébként valami varázslatos hely. El kell csípnem az első gépet, mielőtt belegyalogolnék egy újabb katasztrófába. Sok szerencsét. Kösz. Üdv! Újabb hírek az építkezésről. Kicsit be kellett gyorsítanunk bizonyos körülmények okán. Ne féljenek. Itt áll, hogy... Mikor folyik a, hogy is mondjam, diszkrét építkezés? Ezekben a napokban így... Köszönjük a türelmüket! Hűha, és azt gondoltam, hogy ez a hét rosszabb már nem is lehet. Ne mondjon ilyet. Ezzel a sorsod kísérti. Rossz ötlet. Igaz. Tudja, mi lenne jó ötlet? Kiszabadulni. Jöjjön, ne hallgassuk ezt. Rendben. Thank you.
tudja, ez az egyik kedvenc úti célom. Csupa történelem. Na hát, tényleg nem... Nem tudom, mi a kedvenc úti célom, mert sajnos alig utaztam. Miért nem? Gyerekkoromban nem volt rá elég pénzünk, azután... Lett volna rá elég pénzem, de nem mentem. Ó, a munka. Köszönöm. Köszönöm, uram. Legyen szép napjuk. A gyarmati időben lóversenyeket tartottak. A Fortazella utcából jöttek erre, és azt beszélik, volt egy fiatal fiú, aki véletlenül továbbment, és levágtatott a szikláról. Ekkor Istentől kért segítséget, aki megmentette. Túlélte. Így építettek ide egy kápolnát a csoda tiszteletére. És talán, hogy megakadályozzák a baleseteket. Úgy hívják Escalinata de las Monas. Vagyis apáca lépcső. Ez egy zárda volt. Van egy helyes kis kávézó a sarkon, onnan szűrődhet ki a zene. Pláne szabadókon. Szabadó? Igen. Szombaton? Igen, szombaton. Ha nem ragaszkodik a hazaúthoz, maradhatna a hétvégére mulatni. De vihar közeledik, és... Talán kikerül minket. És ha mégis? Nem biztos. Azt mondom, lecsaphat itt is. Elképzelhető, de ugyanakkor egyáltalán nem biztos. Így van? Úgy látom... Visszaszerezni az állását, vagyis szereti? Lássuk. Jól ment nekem. Sejtem. Kosztümben jártam. Minden nap. Kosztümök. Olyan gyerekkoromban belém súlykolta, hogy a sikeresek hordhatnak kosztümöt. Tehát az anyjáért teszi? Talán. Nem tudom, de biztos, hogy szeretem sikeresnek érezni magam. Értem. Jó volt tudni, hogy anyám büszke rám, bizony. Maga biztosan nem öltönyös. Nem, egyáltalán. Akkor? Mit csinál? Egész sok mindent. Most önkénteskedek az UNICEF tiszta víz kampányában. Ezért jöttem ide. Ezzel utazhatok. A Fülöp-szigetekre megyek, ha áthalad a vihar. Miért ezt választotta? Mert boldoggá tesz. Gondoljon bele. A legvégén a tudat, hogy akár egy csöpnyi hatással voltam valakinek az életére a világban. Számomra öröm. Öröm. Igen. Igen, öröm. Próbálja meg! Dobja le a cipőjét, kéne! Nézze csak! Jó lehet, nem? Nézze csak! Mi volt ez? Csak szép lassan! Olyan. Ezután remélem, soha nem látok több csivavát. Végeztem. Nekem volt. Ahó, micsoda csodás látvány. Úgy látom, San Juan varázsa jó hatással volt önökre. Képzelje, csak táncoltunk az utcán. Mégis mit? Bombát tudom. Vagy szalszát? Nem remélem, tudom, a mezitlámos bombázókkal. Á, persze, hogy ne. Ó, ismeri őket? Természetesen, rokonok. Sejtettem. Népes a család. Majd szóljanak, ha intézhetek önöknek egy újabb túrát, vagy... Én most inkább lefekszem. Én is, de kösz!
Kösz. Köszönjük. El amor, el amor. Ez milyen igaz? A témától függ. Igen, igaz. Egyébként köszönöm, hogy megmutatta. Megjegyzem, eszelős a mozgás. Mármint... Igen, messziről látszik, hogy nagy táncos vagyok. Igen. Jó ét. Jó ét. Tűzütött ki. Ki kell üríteni az épületet. Csak őket kell követni. Értem. Tudja mit? Hozom a táskámat. Menjen csak, majd megkeresem. Mit akar? Addig utána jár. Rendben. Azt mondta, elektromos tűz, csak a füstje nagy, de nincs áram. És a vihar előtt már nem is lesz. Mit jelent ez számunkra? Átköltöztetnek minket. Most intézik. Talán csak egyetlen éjszakára. Ez hihetetlen. Kísértettem a sorsot, nem igaz? Nem hinném, hogy így működne. Ugyan, még most sem látja be, hogy a világegyetem berágott rám. Remélem, még a nagyobb gondja is van. Mondjuk, hogy kinyeri a Grammy-t vagy a szuperkupát. Várjon, hol a tárcám? Buenas noches, csodás vendégek! Ne féljenek! Mindenről gondoskodunk, és persze kompenzáljuk önöket. Addig szóval... is hol húzzuk meg magunkat? Várjon, várjon, ezért vagyok itt, hogy tájékoztassam önöket. Köszönöm. Mint mondottam volt, tárgyaltunk néhány szállodával, közeliekkel, ahol elhelyezést biztosítunk önöknek. Vannak némi megszorítások a vihar okán, már le is állt a légi közlekedés. Hogy mi? És, tessék? Nem kell aggódnia. Egyet se féljen. Van tervünk. Itt a listánk. Minden vendégről. Amíg nem lesz, tudok láró. Minden rendben. Osztogassák. Mrs. Demuernia szállok meg. Nem látom a nevemet. Én sem. Tessék. Osszák szét. Osszák. Louis? Igen? Tessék. Nem vagyok a listán. Kapott listát? Nincs rajta. Ott van. Biztosan. Hogyne, ott van a listán. Tessék, itt van, tesz. Nem, ez katasztrófa helyzet, tesz. Ah, teszt. Ay, Benito, señora, tesz. Én már rég csináltam ezt a listát az akkori névsorral. Amikor a foglalásomat törölték. Igen, de egyet se féljen. Vagyis hajléktalan vagyok a hurrikán idején? Nem hajléktalan, dehogy is. Ráadásul az otthon ott van, ahol a szín. Louis, igen. Intézne valamit Miss Nelsonnak? Igen, persze, Señor Carter, elintézem. Azonnal, csak ez most némi időbe telik. De majd már is frissítem a listát, ígérem. Elintézem. Osszák, kérem. Halló? Szia, anyu! Bocsánat az elbeszélgetésért. Börtönben vagy? Mi? Nem csuktak le. Akkor elraboltak? Igen, képzeld, elraboltak Puerto Ricóban a konferenciáról. Ó, tényleg, odautaztál. Mondd csak, megtennél egy szívességet? Elküldenéd az útlevelemet, mivel tűz volt a szállodában. De nem érdekes, kéne a repülőre valami okmány. Várj egy percet, tűz volt? Tűz van? Igen, de majd mesélek róla, amint hazaértem, jó? Rendben. Hová küldhetem az útleveledet? Csak a Paradise Hotelba. Írd rá, hogy figyelem, Louis. Louis?
Megvan. Sajnálom, de kérnem kell még egy szívességet. Menj fel a netre, és foglalj helyet az első denveri gépre. Ó, ezt most nem értem. A konferenciát lefújták? Kanőr nem fog megharagudni, ha előbb jössz haza? Már nem nála dolgozom. Mi? Elengedtek. Ezért úgy döntöttem, ide jövök a konferenciára magamtól, és csak bevetem magam. Tess, mit műveltél? Nem én szúrtam el. Átszervezések vannak, és fölöslegessé vált a beosztásom. Ez borzasztó. Ó, ez egyszerűen rémes. Tisztában vagyok vele, anyu, de kösz. Most roppant csalódott vagyok. Jól van, anyu, köszönöm. A jó hír az, hogy szereztem szállást. Tényleg? Jajon. Ő a órázós macskás hölgy. Pontosan. Bár általában Stellának szólít. Bocsánat. Mrs. Denbyernek hol szabad szó? Stella. Megengedte, hogy megszálljunk nála. Amíg kitalálnak valamit. Ugyan nem a Four Seasons, de a strandnál külön. Habár általában a strand isteni. Nagyon köszönöm, de igazán nem a... Csodálatos! Edgar most azt mondaná, hogy ez is egy újabb kaland kezdete. Menjünk, induljunk vissza, mielőtt lecsapna az a nagy vihar. Jó. Szobája. Ez most a hurrikán? Ez már az előszere. Igen, értem, de hát még ennél is rosszabb lesz. Ó, hogyne, sokkal rosszabb. Ó, értem. Itt találja a fürdőszobát, van bent tiszta törölköző. Nem kellene valamivel felkészülnünk elővigyázatosságból? Mondjuk az ablak... Még van időnk. Következik a konyha, készítek egy kis kabilla teát. Köszönjük. Örök hálánk mindenért. Ez a hely mesés. Igazán otthonos és nem csak egy ház. Köszönöm. Edgarral nagyon boldogok voltunk itt. Szeretném azt gondolni, hogy boldogságot visszhangzik. Milyen a maga otthona? Ez jó kérdés. Már rég nem voltam ott. Csavargó létre váltottam egy ideje. Az utazás jó, és fontos. De ugyanúgy kell egy hely, amit otthonunknak nevezhetünk. Igaza van. Csak kevés okom volt sokáig egy helyben maradni. Már hosszú ideje. Ha eljön az ideje, majd talál rá okot. Hurrikán hírek. Az Országos Hurrikán Központ átminősítette az Alanát 2-es szintű hurrikánná. 96-110 mérföldper órás sebességű szél várható. És ha nem történik valami csoda, az Alana eléri Puerto Rico. Most jön a frezsőr? Imádom a frezsőr. Még a hurrikánról beszélnek. Igen, hallottam. Nem gondolja, hogy érdemes lenne meghallgatni? Ne féljen, kedvesem, biztonságban van. Már számtalanszor átéltem ezt a vihart. Tapasztalatom szerint sokkal félelmetesebb az előszele, mint maga a hurrikán. Ezek szerint nem is aggódik miatt egy csöppet sem. Ó, tisztában vagyok a veszéllyel, igen, de azt is tudom, hogy nem kell izgulnunk azon, amivel nem bírunk. Ha Isten azt akarja, hogy lecsapjon ránk, le fog csapni.
De ha az megnyugvással tölti el... Megvan minden, ami ilyenkor kell a garázs mellett. Tudja, hogy kell használni? Mit? A kalapácsot? Ez nem egy atomfizikusi szerszám! Meglepődne, hány városvilány nem könnyít hozzá! Most lenyűgöztem? Bevallom, igen, igen! Le kell rakni, mielőtt szembe találkoznak Alanával! Igazából élvezem ezt! Remek terápiának! Ha szerette kutatást, én szívesen látom! Miért? Olyan élvezetes? Ó, igen, valóban az! Mindig ezt csinálta? Nem, sokáig légi irányító voltam. Hűha, de hát sokat utazott. Igen, azt hiszem. Bárhová juthattam volna, de nem mentem sehová. Miért? A volt nejem szerint robotpilóta üzemmódban éltem. Hát ezért már csak az exem? Egyebek között. De ebben igaza volt. Tényleg így éltem. De többé már nem. Nem. Az élet a komfortzónánk határán kezdődik. A mérete? Tökéletes. Köszönöm. Nekem kellene megköszönnöm, hogy felszögelték a deszkákat. Már is biztonságban érzem magam. Tudom én, hogy csak cukkal. Igen, egy csöppet. Tudja, az első itteni viharom nagyon felzaklatott. Nem tagadhatom le. Ez itt maga? Már nagyon-nagyon régen. Egy nagyon messzi-messzi városban. De hiszen filmsztár. Voltam. Aha. Most már csak pórázos macskás hölgy. Bocsásson meg, érte? Nem, tetszik. És igaz, annak idején kivettem a részemet a színészkedésből. Akkor ismerte meg a néhai férjemet. Edgárt. Igen, ő rendezte a vak szerencse áldását. Meddig voltak házasok? 48 évig, 7 hónapig és... 2 napig. Jaj, Istenem! Hiányolhatja. Igen. De majd viszont látom. Remélhetőleg még nem ma. Nagyon nehéz számomra felfogni. Hogy veheti ennyire lazára a hurikánt? Mint mondtam. Ha Isten úgy akarja, hogy lecsapjon. Le fog csapni. Le fog csapni. Minek ezen aggodalmaskodni? Jöjjön, tesz. Üljön le. Igyon egy teát. Szóval, nyugdíjas korukra költöztek Puerto Ricóba. Nos, úgy is mondhatjuk. Habár még a 30-as éveinkben jártunk, a házasságunk után eljöttünk Hollywoodból. Leráztuk akár egy rossz szokást. Miért? Nem úgy akartunk élni, illetve mások akartunk lenni. Azért mentünk oda, mert imádtuk a filmeket. De ha elmúlik a varázs, minek maradnánk? Amikor megörököltem ezt a házat, úgy döntöttünk, eljövünk. Végleg. Tehát lemondtak a hírnévről. A kvázi hírnévről, nem voltam egy Rita Moreno. Akkor is nagy rizikó volt. Én úgy gondolom, hogy ez hasznos vakhit. Persze, nem tudtuk, mire vállalkozunk az itteni élettel. De néha elég egy kis ima. És hogy bízzunk valamiben, ami nagyobb nálunk. Ami el van rendeltetve, megoldódik. Igen. Oh.
Most már jogosan pánikolhatok, mivel ha ez... úgy tetszik. Stella szerint jogos, hogy pánikolunk, úgyhogy csinálhatnánk valamit. Nem, azt mondtam, ha tetszik. Tudják, mit csináltunk az urammal a viharok alatt? Táncoltunk. Elképesztő, milyen jót tesz az ember lelkének egy kis zene. Carter? Ó, milyen remek táncos. Majd, ha bombázni látja, bombázzon neki. Valóban? Mi Shelley tánciskolája. Anyám adott a nevelésemre. Okos asszony. Magával mi a helyzet? Ó, nem, én nem jártam Miss Shelleyhez. Ó, ha látná, hogy táncol. Akkor átengedem neki a lehetőséget. Köszönöm, gyerünk de... Gyerünk rajta, bizony! Nem. Igen, bocsánat. Nagyszerű. Fog még ezután cipőt hordani? Nem is tudom. Amúgy jól néz így ki. Tényleg? Kösz. Egyébként... honnan is jött? Tulsa, Oklahoma. Nem hiszem. Hát igen. Tényleg? Na, erre nem számítottam. Bár főként szállodákban élek, de onnan jöttem. Tehát hontalan. Így is fogalmazhatunk. Tudja, hogy mi az érdekes? Hogy volt állása? Olyan, ami helyhez kötötte. Most pedig olyan munkája van, amivel utazik folyamatosan. Érdekelne, hogy a lehetőséget találta a kissé... extrémnek, vagy... inkább így kerüli el az életet. Tudja, bagoly mondja verébnek. Én legalább tudom, ki vagyok. Meg lehet, hogy talán jó ideje nem volt okom gyökeret verni. Akkor miért nem engedi el? Kérem, csak hogy tisztázzuk. Az elengedés nem azt jelenti, hogy elhagy mindent és mindenki. Csak, ha jól tudom, egyetlen esélyem van itt. Gondoltam, kár egyhangú életet élni. És nem kell más álmait megélni. Találjuk meg a sajátunkat. Azt azért elmondanám, hogy nem is olyan könnyű csak úgy eldobni mindent és más életet választani. És a szükségesnél is jobban megnehezíti. Kérdezze önmagát, hogy boldog-e. Ha nem, tűnődjön el, hogy mit lehetne tenni, ami boldogságot hozna. Ez nem önzés, sem önimádat, csak őszinteség. De magának kell meglelnie. Tudni fogja, ha megvan. Most, hogy belegondolok, még sosem tűnöttem azon, hogy boldog vagyok-e. Most megkérdezem. Kinek van kedve Huevos Rancheroshoz? Hey!
Ó, jaj nekem. Nem olyan vészes, mint hinnénk. Ezt eltüntetem, és rendbe hozok mindent. De el akar utazni a Fülöp-szigetekre. Látja, ez a kalandorlét egyik előnye. Hogy rájön bármikor. Túl kedves fiú ahhoz, hogy vándoroljon örökké. Hurrikán hírek. Az egész estés intenzív esőzés és szélviharok után az Alana Hurrikán végre átalakul nos? A Puerto Rico partjai fele. A helyi hatóságok nos? Most mérik fel a károk. A hírek szerint a hurrikán már is odébb vonult az Atlanti térség felől. Megmondtam, hogy aggodalom valami kapcsán, majdnem mindig rosszabb, mint maga a végkifejlet. Igen, már kezdem belátni. Ha most megbocsát, átugrom a szomszédba. Megkérdezem, hogy vészelték át, sietek vissza. Megnéztetem az e-mailjeimet? Mi kassa, su kassa. Köszönöm. Lám, lám, lám. Mi az? Valami izgalmas? Igen, képzelje csak. Louis megtalálta a tárcámat. Ó. Oh. Igen, átküldi a podgyászunkkal együtt. És kaptam 5 e-mailt Lenkánőrtől. Ki az a Lenkánőr? Ő vette át a vállalatunkat. És mit akar? Azt nem írja konkrétan. Szerintem így próbál felcsigázni. Na és érdekli? Sokáig ott voltam. Még ki nem rúgták. Megszüntette a pozíciómat. Mit akarhat? Persze azt nem közli, de... Ó, Istenem! Hűha! Mi van még? Anyám csak megtette, amit kértem. Mit tett meg? Szerzett nekem egy repülőjegyet. Haza. Hűha! Mikorra? Már ma estére. Ó. Az... Az jó. Úgy van. Amikor Carter megígérte, hogy itt marad segíteni, azt gondoltam, maga is tovább marad. De megértem. Csak tudjon róla, hogy mindig szívesen látom. Ó, köszönöm. Köszönök mindent. Nagyszerűen éreztem magam tegnap este. Nem mulattam ilyen jól évek óta, és őszintén mondom, bármikor visszajöhet. Előbb, ne pedig utóbb. Megígéri? Igyekezni fogok. Viszlát, Stella. Viszlát. Ugye, hívhattam volna a taxit. Ó, a szigetet csak nem letarolta egy hurrikán. Így kétlem, hogy ma könnyen kapta taxit. Amúgy... Meg kell kérdeznem, tényleg annyira érdekli, hogy mit akarhat a régi főnöke? Igen.
magát nem érdekelné? Úgy mondja, mintha megvetne érte. Hát, ez így biztonságos. Van, aki szereti a biztonságot. Csát a jegyét. Maradja. Csak még néhány napot. És azután? Majd kitaláljuk. Én egész más vagyok. Szerintem nagyon is hasonlítunk. Helyes. Akkor talán még van számomra remény. Esetleg. Ez szívből szeretném, ha maradna. Vigyázzon magára, Denver. Majd igyekszem, maga is tulsza. Egy hét és... Ő bent van. És már nagyon vár. Oké, majd jövök. Szia, Len. Szia. Örülök, hogy már is időt szakítottál rám. Mivel felcsigáztál. És a virág is segített. Puerto Rico jót tett neked. Tessék. Gondolod, elhagytam a telefonomat és a tárcámat, és elektromos tűz volt a szállodában, és lesújtotta a hurrikán. Ráadásul előtte meg rémesen leégett a lábam, úgyhogy egy kicsit... Ajaj! Bizonyára sejted, miért hívtalak vissza? Valójában nem, úgyhogy tisztázhatnád a félreértések elkerülése véget. Ám legyen. A munkád. Nem is sejtettem, hogy ilyen hatékony vagy. Ó, kérdezhettél volna. Igaz. És nem fogtam fel, milyen sok a HR-es feladat a cégnél. Valahányszor valami fejleményről kérdeztem valakit, a válasz az volt, Tess intézte, vagy Tess tudná. Tudod, az értékelésedből nem derül ki, mennyit dolgozol. Igen, mivel az apádnak jelentettem, és ő tudta, hogy mivel járultam hozzá. A rólad készült jelentés alapján hoztam meg a döntésemet. Ó, az nagy hiba volt. Az emberek többek annál, mint amit egy aktában leírhatnak. Vagy ami néhány beszélgetés során kiderülhet. Megértettem. Tanultam belőle. Épp ezért kérlek rá, hogy hozd helyre mindazt, amit elszúrtam a múlt héten. Már hogy kirúgtál? Hogy megszüntettem a pozíciódat. Igen, pontosan. Tudom, hogy ott állok a lista élén a meghallgatandó konzulensek között. Már most szeretném tisztázni. Nem akarlak a régi helyedre visszavenni. Tényleg? Térj vissza a vállalati ügyek alelnökeként. Ne is előléptetésnek vedd.
Inkább az általad végzett munka elismeréseként. Figyelj, én még nagyon új vagyok itt, és épp ezért sokat hibázom. Néha nagyokat is. De szerintem van annyi eszem, hogy tanuljak a hibáimból. Lenyűgöztél. Helyes. Mert szükség van rád, amint lehetséges. Azért intézkedtem, hogy összejöjjön. Még ma. Még ma? Kíváncsi vagy rá? Alelnök? Na, mit gondolsz? Ez az, amire mindig is vágytam. Látod, én meg ezt akartam hallani. Hát, már tudod, hogy mit ajánlhatunk. De tudnod kell, hogy igyekeznünk kéne. Azonnal kezdened kellene, mert egy hét maradt az értekezletig. És pocsékul állunk. Jeffnek megadtam minden információt. Csak hogy egy dolog rendelkezni az információkkal, és más, ha tudod, mihez kezdj. Ha, igaz. Ó, és Tess, örülök, hogy itt vagy. Hát nem szuper? Szia! Úgy féltem, hogy már is szereztél másik melót. Nem, esélyem sem mondod, volt. Legalább felmérted a sziget lehetőségeit? Ó, igen. Láttam a strandot és a hurrikánt. Reménykedtem, hogy jól mulatsz. Még sosem mulattam ilyen jól. Tényleg? Igen. Tényleg. Akkor jó. Örülök. Megérdemelted, ez már kijárt neked. Sem hiszi, mennyire örülök, hogy visszajött. Azt hittem, Len ki akar benderíteni innen. Az értekezlettől már teljesen be van csavarodva. El sem hinni. És maga jól van? Oh, jobban, hogy visszajött. Esküszöm, ez volt életem legrémesebb hete. Már tikkel a szemem, és fogadok, hogy vekélyem is lett. Kérem, Tess, többé ne rugassa ki magát. Jó? Hé, Jeff, hadd kérdezzek valamit. Maga boldog? Hogy? Úgy értem, hogy elégedett az életével. Mármint azt hiszem, nem is tudom, talán. Gondolom, hogy el vagyok. Jól van? Még sosem voltam jobban. Vigyázz egy kicsit ezekre a dobozokra. Persze. Szia, Tess! Minden rendben? Minden olyan fantasztikus. Csak szerettem volna közölni, hogy nem fogadhatom el az előléptetést. Nincs semmi baj. Nem haragszom, minden rendben. Csak úgy érzem, hogy az nem tenne boldoggá. Boldoggá? Boldoggá. Nem is tudod, mennyi fizetést kapnál. Ó, hidd el, nem ez a lényeg. Az boldoggá tenne. Hát, ezt kétségbe vonom. Úgy érzem, kezdenem kell valami egészen mást az életemmel. Mégpedig? Még nem is tudom. Figyelj, nagyon kérlek, ne érts félre. Nem a céggel van gondom. Hihetetlenül hálás vagyok a Canner.com-nak mindazért, amit értem tett. Otthont kaptam a főiskola után. Csak úgy érzem, már nem a biztonságra törekszem. Sajnálom, de ezt nem értem. Tudom, ott kellett volna lenned. Hol? A hurrikán peremén. Mi? Hé, tudod mit? Jöjjön a lényeg. Nem akarlak pácban hagyni, és tudom, kivel lehetne helyettesíteni. Üdv! Megmondtam, hogy találok új helyet. Nem is tudom, mit mondjak. Ó,
Nyilván csak azt lehet mondani, hogy már ma el tudja kezdeni. Így van. Helyes. Csak azért néztem be, hogy felkészítsem az értekezlet kapcsán, és kérnék valamit. Egy szívességet. Erin terelgesse úgy, mint én magát, ahogy engem Mr. Connor. Hát persze. Én csapatjátékos vagyok. Tudom, ezért lehet itt. De Tess, ezt nem értem. Miért nem marad itt? Mert máshol kell lennem. Szia! Mi járatban vagy itt? Nem ma lesz az ebéd. Csak beugrottam hozzád köszönni. Gyere be. Jó. Hoztam virágot. Drágám, a virágok meghalnak, ez pazarlás. De ez praktikus cserében van. A tiéd. Köszönöm. Szívesen. És itt van a tartozásom. Majd, ha lesz állásod. Komolyan, lehetnél körültekintőbb a pénzügyeiddel. Anyu, körültekintő vagyok, arra neveltél. Mert ez fontos. Tudom jól. Nem hagyatkozhatsz másra az életben, csak önmagadra hidd el. Anyu, már mindenki tudja, mi történt. Apu totyis koromban elhagyott, egyedül kellett felnevelned. Tudom, sejtem, mit érzel. Meg tudom érteni, mert magammal hurcolom a fájdalmat, és a haragot, és a csalódást, az egészet, és azt hiszem, most végre rájöttem, hogy ez nem is az enyém. Persze, hogy nem. Az enyém. Mindig is az volt. Egyébként kerestél állást? Ne sokáig vacakolj. Igen. Éppen az imént utasítottam vissza. Hogy mondod? Connor előléptetést ajánlott, és nemet mondtam. Elutasítottad? Igen, mert nem akarom. De te nem is akarsz állást? Nem szeretnék állásban lenni. Épp csak dolgozni. Ezt nem kifejezetten értem. Tényleg nehéz elhinni. Anyu! Anyu! Kiveszek egy kis szabadságot. A munkanélküliségből? Megértelek. Megértem, hogy te az állástalanságot nem tartod lehetőségnek, de hidd el, én most annak érzem, mivel... Hát tudod, az életemben minden meg volt tervezve, és én nem mondom, hogy rosszak a tervek, de tudod, időnként egy kicsit talán elengedhetjük magunkat, és meglátjuk, hogy mit találunk, vagy mi talál ránk. Na de mi lesz, ha valami rossz lesz? Meg lehet, hogy rossz, amit találok, de mi van, ha valami jó lesz? Nem tudom, csak ez az elmélet, ez a gondolkodásmód megrémít. Igen. Megrémít? Nagyon is. Hű, anyu. Engem is megrémít. Ugye? Ez... De akkor is szeretném kipróbálni. Meglátjuk, mi lesz. Végtére is. Nem szabhatom meg, mit csinálj. Mióta? Jól van, anya vagyok. Az anyák ilyenek. Tudom. Van valami jó kis sztorít Puerto Rico-ból? Csak egy. Biztos? Uh-huh. Egy azért van.
Úgy bánt, hogy másik jegyet kellett vennie, hogy elvégezze a javításokat. Ugyan már. Tényleg, semmi gond. Jó volt. Jó érzés volt egy kicsit otthonra lelni átmenetileg. Azt hittem, a kalandorok szeretnek utazni. Ez igaz. Szeretünk is. De közben jó érzés segíteni másoknak. Életem legjobb döntése volt. De? Azt hiszem, a kalandornak talán honvágya támad, bár nehéz beismerni. Csak hogy már nincs otthonom. Ugye ismeri a mondást az otthon kapcsán? Ott van, ahol a szívünk. És az bárhol lehet. Denverben esetleg. Jelentkezett már? E-mailt küldött, hogy épségben megérkezett. Még nem tudott új telefont venni, de bizonyára jelentkezik majd. Persze. Csodálkozom, hogy elengedte. Úgy tudom, hogy az emberrablás illegális. Próbálkozott egyáltalán? Kértem, hogy maradjon. Tényleg. Megkértem. De annyi mindent kell még rendbe tenni a fejében, hogy... Ne várjon túl sokáig. Isten megadja a lehetőségeket. De rajtunk múlik, hogy kihasználjuk-e. Mi a baj? Carter előbb végzett a javításokkal. Már ma elindult. Señor Carter! Señor Carter! Señor Carter! Bocsánat. Permiso? Permiso. Elnézést? Elnézést, legyen szíves! Señor Carter! Señor Carter! Señor Carter! Üdv! Louis, mi járatban van? Egy ilyen hét után rám fér a vakáció Dollywoodban. Mindenki imádja Señora Partont. Jól teszi, jó mulatást! És maga mi járatban van itt? Azt hittem, még Señora Tessel van. Megyek a Fülöp-szigetekre végre. De azt hittem, elnézést, azt hittem vele lesz. Visszautazott Denverbe. Akkor gondolom, visszajöhetett. Nem, hazament. Ugye? Most láttam taxiba szállni. Azt hittem, együtt vannak. Úgy pattogtak a szikrák. Azt gondolja, te ezt látta? Sí. Itt? Sí. Itt látta őt ma? Sí. Egész biztos? Sí. És eltávozott? Ahogy elnéztem, élt, nem tűnt, hogy úgy értem, hogy távozott, igen, már mint elment, innen elment. Távozott, láttam őt. Most az láttam e-mailt? Őt, igen. Menjen. Butaság volt. Nem, csak merészen lépett. Vakhitre támaszkodva. Ami rosszul végződött. Csak ha hagyja, hogy véget érjen. Azt hiszem, újra kell terveznem. És bölcsebben, mielőtt újra belevetem magam. Denver. Üdv, Dursa!
Azt hittem messze jár. Azt hittem dolgozik. Ez az! Most forgás! Igen, igen, ez az! Magyar hangok: Törtei Tünde, Kautsky Armand, Menszátor Magdolna, Halász Aranka, Rosta Sándor, Posta Viktor, Sipos Eszter, Holnándor, Mózer Károly, Nyírő Eszter, Pásztor Tibor, Andrádi Zsanett, Vári Attila, Zakariás Éva, Sági Tímea, Szabó Endre, Bartók László, Pánics Lilla. Magyar szöveg: Vajda Evelin.